A napokban került sor a Dériné Kulturális Központban az Életet az Éveknek nyugdíjas kör programjára. Az eseményen jelen volt Szepesi Tibor polgármester, aki az elmúlt időszak fejlesztéseiről, valamint a jövőbeli tervekről beszélt. Üdvözlöm Kovácsné Kerekes Katalint, itt vagyunk a Dériné második emeleti dísztermébe. Minek ad otthont ma a művelődési ház? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Az Életet az Éveknek nyugdíjas klub foglalkozására készülünk, és meghívott vendégünk Szepesi Tibor polgármester úr. A foglalkozás keretein belül mire kerül sor? Ilyenkor, tehát évente egyszer mindig meghívjuk a polgármesterünket, aki tájékoztatja a klubtagságát a városban folyó fejlesztésekről, a szükséges információkról, és aztán kérdések feltevésére is van lehetőség. A kérdések egy részére polgármester úr azonnal válaszol, és vannak olyan kérdések, amelyeket én írásban rögzítek, és arra a későbbiekben megkapjuk a választ. Elég interaktív akkor ez a foglalkozás, lehet azt mondani. Milyen érdeklődés szokta övezni, mit lehet tudni a részletekről? Igen, nagyon aktívak a nyugdíjasok, és nagyon érdeklődőek. Én is örülök, hogy szép számmal eljönnek. Nem tudom megjósolni, hogy hányan lesznek a mai foglalkozáson. A klub létszáma 80 fő körül van, és hát változó ki, meg sok ember sajnos a második emeletre nem tud följönni, de most szalagavatós próba van a földszinten, úgyhogy nem tudtunk lent találkozni, de nagyon-nagyon érdeklődőek, és nagyon vártuk már ezt az alkalmat, hogy találkozzunk polgármester úrral. Szepesi Tibor polgármester úr ilyen minőségben most először a vendégünk a klubban. Melyek a jövőbeli tervek a klub életében? Mit lehet erről mondani? Még nem kezdtük el a 2022-es esztendőt tervezni. Minden évben egy munkaterv szerint, egy előre eltervezett program szerint megyünk. Havonta két alkalommal találkozunk, szoktunk gyógytornászt meghívni, különböző témákban előadókat hívunk, ismeretterjesztő előadásokat. Vannak vidám foglalkozásaink, amikor meghívjuk a városban működő klubokat, illetve még Tisza Szent Imréről is van egy klub, aki szokott hozzánk jönni, akkor egy kis vidám műsor van, majd táncolunk, és jól érezzük magunkat. Ez inkább három alkalommal van egy évben, tavasszal, az őszi időszakban, illetve egy nyárköszöntő rendezvényünk szokott lenni. Aztán szívesen veszünk részt olyan programokon is, amelyek például elmegyünk szalonnát sütni valahová, a lombkorona sétányon is voltunk, közös főzéseket szervezünk. Igen, színes a klub életünk. Mi a tapasztalat, vagy mi a visszajelzés, hogy az idősebb korosztály mennyire bevonható, illetőleg az ő saját kis személyes életükre hogyan hat, hogy egy ilyen klubnak a tagjai mit ad hozzájuk? Nagyon fontos dolog az, hogy egy közösséghez tartoznak, van hová elindulni, van kivel szót váltani, nagyon sok magányosan élő ember van a klub tagjai között, és ezek a délutáni foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy közösségbe töltsék el az időt, és olyan érdekes, hogy kettőkor kezdődnek a foglalkozások, de már egy óra után néhány perccel megérkeznek az első fecskék, és beszélgetéssel töltik az időt, és ez nagyon fontos. Örömmel jönnek, részt vesznek a előkészítésben, és akár mondjuk egy szalonnasütésnél külön csoport van, a fiúk, akik előkészítik a tüzet, a lányok, akik az asztalokat megterítik. Nagyon jó visszhang van a klub tagjaitól a foglalkozások kapcsán.